voltam. De még hogy megéheztem. Hol a csokim? Hol a csokim? Jó napot, Gombóc Artúr! Gombóc Artúr! Jó napot! Hát ti hova mentek? Nem, ezt nem értem, hogy hova? Hát megyünk haza, hiszen vége van a télnek. Ez nem lehet igaz! Tehát én pont most érkeztem! Várjatok meg! Várjatok meg! Hol a pipám? Hol a pipám? Szurtus! Hol vagy, Szurtus? Az anyád úristen, itt hol vagy? Szedd egy körtét, Szurtus! Te mi? Szurtus, hallod-e? Szurtus, az anyád isteni, kelljél már föl! Ja, igen, vagyok, uram, szedtem, persze, hogy szedtem, hát hogy ne szedtem volna, szedem ke édes körtécskéim, babá, szép kerek körtécskéim, gyertek el! Hát majd, uram, hát én szedtem körtét, de az a fránya zsák, ez csak kiukat valahogy. Éde, figyelj, Szurtus! Hát ezen már sem volt körtét szedni! Hát csupa szénő az inged meg a gatyád, belefeküdtél az első zénabogjába! Nem, mondom, hogy szedtem körtét, csak ahogy másztam le a fának a tetejéről, hát... Hát nem ráborul egy szénabogja a fejem tetejére, de hát ez a zsák, ez csak kiukat valahogy. Legyen szó a József Attila vagy Asszódi lakótelepi mulatságról, a ferencvárosi székhelyű Arany Szamár Bábszínház rendszeres fellépője a kerületi rendezvényeknek. November 11-én pedig egész napos programsorozattal várták a ferencvárosiakat, hiszen ekkor ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját a Ferencvárosi Művelődési Központban. A szülinapi rendezvény megnyitóján dr. Sirató Ildikó irodalom és színház történész mellett Kállai Gáborné alpolgármester köszöntötte fel a Bábszínházat, és idézte fel az Arany Szamár Bábszínház 20 évvel ezelőtti indulását. Minden fiatal lelkes, kreatív és nem utolsó sorban bátor, színházimádó, jelen esetben három nő vágya saját magát megvalósítani. Mi ezt egy kis faluban tettük, 97-ben, szinte elzárva a külvilágtól, ott, ahol három naponta jött a boltos, kérdéses minőségű portékájával, az ideiglenesen kialakított tűzszerraktárba, ahol nem lehetett könnyed, vagy akár mélyen szántó gondolatokat megvitatni a helyi italkimérésben, mert nem volt, ahol lelki támaszért nem mehetünk a templomba, mert harangláb álltott csupán, ahol olyan havazás hullott ránk, hogy már hajnalban el kellett kezdenünk a lapátolást, mert tudtuk, hogy ha nem tesszük, napokig elzárva maradunk a világtól. Előadásainkkal nem tanítani szeretnénk, hanem megerősíteni mindazokat, akik már elfelejtették, vagy még keresik azt a képzelet által létrejött teremtő erőt, belső valóságot, amit kezdetektől fogva magunkban hordozunk, és amit képesek vagyunk alakítani olyanná, hogy jól érezzük magunkat benne. Vallják arcpoétikájukban a színház alapítói. Egy romos istálóban kezdtek próbálni, első előadásukat pedig egy autó tetején tartották. Az Arany Szamár Bábszínháznak sikerült elérnie azt, amiről sok kisebb társulat csak álmodni merne. A társulat igazi sikertörténetet tudhat a magáinak, végigjárták a sikerhez vezető utat, és ma már nem szükséges órákig bizonyítaniuk a telefonon, hogy miért jó az előadásuk, hiszen az emberek ma már a nevükből tudják, hogy megbízhatnak bennük. Maradunk a kezdeteknél, érsek Csanádi Gyöngyi alapító emlékezett az indulásra és az elmúlt két évtizedre. A Zselici dombság szívében található a mai napig is ez a település. Szatina Kishajmász, máshoz tartozó Szatina, hát kis falu, igazából egy zsákutca falu.
A környéket jártuk kocsival, felpókozva, szóval egy kicsit macerás volt, de megvolt ennek az egésznek egy ilyen izgalmas varázsa, hiszen istállóban próbáltunk, ugye a színháza nevét is innen kapta, hogy volt egy nagytorkú, nagyon sokat éneklő szamarunk. Nekünk nem kakasunk volt, hanem szamarunk, és ő ébresztett minden reggel. Persze, egy élő szamár, igen, akit Vilmának hívtak. És akkor hát gondolkodtunk, hogy ó, vajon mi lehetne a színháznak a neve. Minden eszünkbe jutott, mindenki hozta az ötleteket, és a végén, hogy egyszer csak itt beleiákolt Vilma. Hát biztos, hogy szamárnak, de milyen? Hát arany. Kétféle szakaszolását tudnám megjelölni a színháznak. Az egyik az, hogy hova tartozott székhelyileg, és hol tartotta a bemutatóit. Az első 8 évben már az itt létünk, tehát a pesti lét alatt, az első 8 évben Újpalotán volt a székhelyünk, és aztán pedig lett itt a 9. kerületben. A másik pedig, ami szerintem egy nagy fordulópont volt a színház életében, az az, hogy amikor elkezdtünk külön szakemberekkel dolgozni. Tehát értem ez alatt, hogy ugye ott Szatinán mindent mi csináltunk. 2002-ben volt az első produkciónk, ahol már rendezőt hívtunk, tervezőt, bábés díszletkészítőt, zeneszerzőt. Akikkel alapítottam az Aranyszamás Színházat, Timár Magdi és Strauss Tünde, ők már egy jó ideje nincsenek a társulatban, viszont van egy nagy segítőm Baranyai Anita személyében, aki már negyedik évben benne van a színházban, és nagyon erős, aktív tagja és közreműködője, és mindent csinál, amit én már nem bírok, és amit ő még nagy-nagy energiával bír. És hát igazából a szakembereket, az alkotókat, azokat mindig mi válogatjuk meg, hogy kiket hívunk mely produkcióra. Így a színészeket is, meg a rendezőt, a tervezőt, a zeneszerzőt. Veszprémben dolgoztam, a Veszprémi Kabóca Báb Színházban, és ott ismerkedtem meg ugye Gyöngyivel, több produkció során is dolgoztunk együtt, mint színész kollégaként, mint pedig volt olyan produkció, ami Gyöngyi rendezett, és én színészként működtem benne. És hát, hogy őszinte legyek, nagyon tetszett ez a létforma, ahogy Gyöngyi létezik, és ez a... Akkor én még azt gondoltam, hogy szabadúszás ahhoz a színházi létformához képest, ahogy én eddig működtem. És én ugye egyébként a színházon kívül turizmussal is foglalkozom, és engem az egésznek a szervezés része, a marketing része is elképesztően érdekelt, és nagyon vonzott, és azt éreztem, hogy azok a dolgok, amiket mondjuk Veszprémben nem tudtam kipróbálni, azok itt az Aranyszamár Színháznál a rendelkezésemre állhatnak, és belevethettem magam, és az első évben szemlélődőként vettem részt, és figyeltem Gyöngyit, hogy ő hogyan működik, az ő kapcsolatrendszerét, az ő hozzáállását helyszínekhez, szervezéshez, és aztán a második évtől pedig már így nagyon aktívan igyekeztem belefolyni mindenfélébe. A múlt idézés után pedig nézzük, hogyan ünnepelte 20. születésnapját az Aranyszamár Báb Színház. A 20. születésnapnak a gondolata az ugye már hónapokkal ezelőtt megfogalmazódott, hogy csapunk egy hatalmas hacacárét és bulit, ahol mind a szakmai emberekkel, mind a közönségünkkel találkozhatunk, és próbáltuk úgy összeállítani a műsort egyrészt, hogy életkorilag is meg tudjuk mutatni, hogy mennyire különböző korosztályokhoz szólunk, és hát igyekeztünk olyan alkotókat és vendégeket ide hívni, akikkel valamilyen formán ez alatt a 20 év alatt kapcsolata volt az Aranyszamár Színháznak. A délelőtt folyamán játszottuk a baba előadásunkat, mert azt gondoltuk, hogy akkor a délelőtt a kicsinyeké, és most délután pedig az Aranyecset című produkciót, ami meg egy nagyon modern, és én azt gondolom, hogy egy picit hát azért nagyobbaknak, tehát értem ez alatt, hogy kisiskolásoknak igazán ütős és érthető produkció, és azt gondolom, hogy óriási a különbség részben az életkor és az érdeklődés tekintetében is a két produkció között, és ezért is választottuk ezt a kettőt. Az Aranyecsetben meg még
nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk mutatni, hogy mennyi eszközzel bírunk dolgozni, milyen akár cirkuszi, bábos és egyéb elemeket is használhatunk az előadásba vagy a bábszínházba. Bár csak volna. Öregségünk vigasza, hosszú évek panasza, bár csak lenne, lehetne dalolva, karolva, nevetve, örökre szeretve. De mi lenne? Mondjátok már, micsoda? Két karunkban szenderek, ágy tövében hemperek, szebbet én nem ismerek. Egy kisgyerek. Egy kisgyerek. De hát, gyerek az nincsen. És ezek meg már öregek. Ja. Na, ajkáljanak, mint más teszi. Kis macskát! Venne már! Vagy ölebet! Te, anyuka, felmegyek az óriáshoz a nagyhegyre, hogy adjon nekem tanácsot. Mondta a bácsi. No. Kesergett a nénike. És úti pogácsát sütött. Botja hegyére, őt levelet szúrt, botja hegyére, jégcsapok nőttek, botja hegyére. Hó esett, vagy szél dühét, goromba sziklán verte szét. Hallag az ember éj sötétben, kisfiam jár a fejében, felmegyek érten, mondja magának, nem leled, nincs ő, súgja a bánat. Öreg fején a tér röhög felsikolt, fordulj most vissza, ennyi volt. Fagyban az ember egy tetejére, senki nem mehet élve. Aztán ott állt az öreg a hóba, mint egy... Mint egy hóbagoly! Nem figyeltek, mint egy hűtőláda. Megfagyott. 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 Game over. Élesszük fel. Régen láttam embert. Megvallom, ritkán látogatnak ide. Zord és kietlen tájon élsz, hatalmas, óriás. Csak az jön ide, akit komoly mondandó nyomaszt. Mondd hát, mi nyomja csöpnyi lelked? Hát, tanácsot kérnék. Micsodát? Tanácsot. Úgy! Bezzeg, mikor jól megy dolgotok, képpel se fordultok felém. 5000 éve nem látogatott meg senki. 5000 éve! Nem valami barátságos hozzád járogatni, kedves óriás. De megtettem, mert szükségem van a tanácsra. Mondd hát a gondodat. Hát tudod, anyukával mi nagyon sokat gondolkoztunk, adott... Mit akarsz? Hát úgy volt, hogy mi ugye beszélgettünk anyukával... Mondd, mit akarsz? Gyereket. Ho.
Van megoldás! Le kell menned a föld alá, s ott el kell kérned a kulcsot! A saját előadások mellett szamár kiállítással, szamár simogatóval, kézműveskedéssel, babajátszóházzal, gyermekkoncerttel és bohócokkal ünnepelt az Arany Szamár Bábszínház. A gömbök a bőrömben! A gömbök a bőrömben! A bőrömben a gömbök a... A gömbök a bőrömben a... Fogadjunk, hogy nincsenek! De benne vannak! Csanádi Gyöngyivel már lassan egy 6-7 éve tartjuk a kapcsolatot, együtt táboroztunk, ugye ő drámajátékokat vezetett a gyermekeknek, mi meg kézműves foglalkozásokat tartottunk, és ennek kapcsán ismerjük egymást. Most is a 20. születésnapja van a Bábszínháznak, és így hoztunk természetes anyagokat, amiből kicsi szamarak és csacsik születnek. Gyékényt, kenderkócot, raffiát, egy kis filcet, ugye tömörített gyapjút, meg egy kis pamutvásznat, amiből ugye új bábok, kesztyűbábok készültek, vagy ilyen kis ceruzára, ilyen kis szamarakat készítünk, a kisebbeknek pedig magocskákból ugye szintén magcsacsit lehetett kirakni. Sok szál köt minket össze, és tudok azonosulni azokkal az értékekkel, amiket ők 20 éve visznek. Az egész középpontjában és a fókuszban a gyerek van. Az, hogy a gyerekeket tisztelni kell annyira, hogy ne tegyünk eléjük olyan előadást, vagy ne tegyünk olyan eléjük olyan játékot, amit ők nem értenek, vagy nem mond nekik valami pluszt a világunkról. Tehát, hogy mindent úgy kitalálni, hogy a gyerek egy kicsit több legyen azáltal az élmény által. Szerintem ez közös pont a mi kettőnk életében. Amivel itt vagyunk, ez most egy 4 év alattiaknak szóló játszóház, itt délelőtt rengeteg gyerek volt, és mágnestáblás játékokat hoztunk, világító táblákat hoztunk, amin színes terményekkel lehet játszani. Hoztunk egy bebújó alagutat, amiben bábok vannak elrejtve, és mesekönyvek vannak elrejtve, hogy egy kicsit az intim zónát is megteremtsük. És nagyon jó volt látni a családokat, az anyukákat, a fiatal apukákat, akik szintén játszottak a gyerekeikkel, tehát az már régen nincsen, és nagyon kevés olyat tapasztalok, hogy egy szülő csak úgy eljön, hanem ő is bevonódik, és ő is játszik. Ezek a játékoknak a logikája az, hogy nem kész kirakókat rakunk a gyerekek elé, aminek egy megoldása van, hogy ez a feje a macinak, hanem inkább olyan alapanyagokat teszünk, hogy ők szabadon alkothassanak. Több színészükkel is hosszú évtizedekre visszamenő barátságunk van, és azért nagyon örültem neki, amikor meghívtak, és hogy így köszönhetjük a születésnapján a színházat. Az Eszterlánc mesezenekarnak mindig interaktív műsora van, úgyhogy most is egy, reméljük, hogy nagyon interaktív, és a gyerekekkel együtt muzsikáló, és együtt közösen a történetet kialakító műsor. Sor következik, sok saját dallal, általában ezek kortárs verseknek a megzenésítései. Mi csináljuk a zenéket rájuk, próbáltunk mi is hívni sok gyereket az Eszterlánc rajongók közül, hogy ők is megismerjék az Arany Szamár színházat, és reméljük, hogy egy nagyon jó kis közös produkció lesz. Illetve ami kicsit különlegesebb, hogy most hoztam bábot is magammal, bár nem vagyok profi bábos, de szeretném egy kicsit ezzel is köszönteni a színházat. Volt egyszer egy víziló, súlya 4000 kiló, de meghízott, mint a hegy, s lett szegény 4001. Azt nem tűröm semmi áron, visszaszerzem korcsúságom. Szólt táblát, kért hozzá krétát, s megtervezte a diétát. A
micsodát? Diétát! Ja, azt olvastam! Reggelente néhány láda, holnap délben csak saláta, este úgy 40 banán, hozzá narancslét kíván, 30 liter elegendő, s már a vízi faci bendő, betelik és megelégül, ennyit kérek, eleségül. Mindenki fogja tudni ezt a diétát, ide is, ide is. A születésnapi programsorozat egy szakmai beszélgetéssel zárult, melyen részt vett dr. Kádár Anna Mária pszichológus, Berg Judit író, Rófusz Kinga képzőművész és Szirtes Edina Mókus zeneszerző énekes. És végül az ünnepelteket, érsek Csanádi Gyöngyit és Baranyai Anitát arra kértük, hogy az egyformán szeretett előadásaik közül próbáljanak meg kiemelni maximum kettőt, ami különösen fontos volt számukra. Vadul kapartam az agyamat. Igen, hogy te jó ég, melyik? Mert azért ahhoz elég sok előadás volt, és gyakorlatilag nekem mindegyik valami miatt kedves. Talán az egyik első előadást mondanám, a Sötétűző tűzigézőt, mert az azt gondolom, hogy egy ilyen nagy-nagy kísérlet volt. Tehát teremtéstörténetekkel akartunk foglalkozni, és ez a Kalevalának egy feldolgozása. Sötétűző tűzigéző, Kalevala másképp, és itt használtunk először nagy maszkokat, faragott bunrakubáb, a Vejneműnem figurája, itt is kint látható, és a zenéjét még mi készítettük, viszont a bábokat és a maszkokat meg már bábkészítő, és nekem ez valahogy annyira szívemhez nőtt, és én játszottam benne a kacsát, a föld teremtőjét, és imádtam azt a figurát, mai napig kint van nálam a szobámban, mert már sajnos nem játsszuk. Azt hiszem ez volt az egyik nagy kedvenc, és amúgy a most is működő és játszott előadások közül talán a karácsonyi előadás, azt meg annyira szépnek tartom, ez az igazság, hogy annyira nem erőltetett, nem demagóg, nem népi, de nem is ilyen túlfenkölt, hanem azt gondolom, hogy az egyszerűségével csodálatos. Az egyik a Baba Színházi előadásunk, amit ugye ma a születésnapon is láthatott a közönség, azért, mert nekem ez életemben az első olyan előadás, amiben rendezőként is úgymond részt vehettem, tehát ezt ketten Gyöngyivel alkottuk meg, illetve Szalai Györggyel, aki a Szamár kiállítását is tervezte. Tehát ez az baba előadás ezért, illetve azért, mert maga a baba színházi forma az amúgy is nagyon közel áll hozzám. A másik nagy kedvencem meg az Állatok nyelvén tudó juhász. Több okból is természetesen, de hát ami nekem ugye az imént említett ilyen turisztikai vonalat össze tudja kötni a színházzal, az, hogy ezt az előadást én iszonyat nagy sikerrel tudtam eladni itthon és külföldön is, és hát nagyon szeretünk utazni, úgyhogy a külföldi magyar közösségekhez rengeteg szerítottunk el ezzel az előadással.